Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Idén már 10. alkalommal hirdették meg a Magyarország tortája című pályázatot. A nyertesről, sőt nyertesekről vendégemmel beszélgetek. Görömbei Sándor Irénke néni fogadta el a meghívásunkat. Szervusz Irénke néni! Szervusz, tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! Ahogy említettem, már nem mai ez a Magyarország tortája kezdeményezés. Hány meg hány szakmabelit szokott megmozgatni ez a verseny? Maga a verseny, mint mondtad az elején, 10. alkalommal került meghirdetésre. Az idén rekordszámú nevező volt a torta megmérettetése. 43 tortából választotta ki a szakavatott zsűri ezt a bizonyos győztes tortát. 4 fordulós zsűrizésen megy át a 43 torta, hanem az eleje az úgy kezdődik, hogy a 43 tortából az első szűrőn 10 marad fenn. Uh-huh. És utána a 10-et variálják, megbeszélik a készítőkkel, hogy mi az, amit esetleg változtatni kellene rajta az ízkombináció miatt, a textúráknak a lágysága, keménysége miatt, mi az, amit még esetleg kellene beletenni, hogy az ízek jobban uh-huh. kidomborodjanak, és utána a 10-ből marad fenn még 4, utána a 4-ből 3, és legvégül a 3-ból van az az 1, ami még mindig nagyon-nagyon sok simításon, nagyon sok finomításon esik keresztül. Hát az első az, ami itt is helyet kapott, ez a kicsit zöldes árnyalatú remek, az Őrség zöld aranya címet kapta, vagy nevet viseli. Mit tud ez a torta? Hát ugye a versenykiírásnál egy alapvető szempont az, hogy olyan alapanyagokból készüljön, ami vagy Magyarországra jellemző, tehát hazánknak valamelyik tájegységére jellemző uh-huh. alapanyag, vagy pedig szorosan kapcsolódjon az ünnephez. Mivel ugye Magyarország tortája, tehát erre az alkalomra készül, tehát valamilyen módon kapcsolódnia kell az ünnephez is. Az ünnephez nem neveztük nevén az ünnepet, augusztus 20-ára gondolunk ugye végig, és hát még 19-e lévén csak holnaptól lehet megkóstolni ezeket a finomságokat, holnaptól érhetőek el a különböző cukrászdába ezek a remekek. Az idei év tortája mitől különleges, miket tartalmaz? Különleges attól, hogy elég sok textúra, tehát többféle uh-huh. dologból készül, ugye nem a hagyományos piskóta, hanem egy tök felvert tulajdonképpen a tésztája. Tehát tökös torta? Így van, tehát uh-huh. egy tök magolaj van maga a tésztába. Azon túlmenően pedig vissza van szorítva a liszt és mandula liszt. Az, ami szerepet kapott még a tortában. Maga a réteg, tehát amit látunk benne, ez a kis zöldes uh-huh. réteg, az egy tök mag praliné, egy ropogós, roppanós tök mag praliné, ami egy kis fehér csokoládéval van, ugye megbolondítva. Van benne egy málna réteg, ami valódi málnából, uh-huh. tehát nem egy aromásított uh-huh. zselé dologról beszélünk, hanem valódi átpasszírozott málna püré van benne, ugye megkötve. Aztán maga a töltelék, illetve hát a krémréteg, amit itt látunk, uh-huh. az pedig egy bavaroa töltelék, ez egy ilyen tejszínes, vaníliás uh-huh. krém tulajdonképpen, ami egy nagyon könnyű, nagyon laza szerkezetű. A tetején pedig egy tök magos tükörzselé van, ami ez a világos zöld színezet. A tetején a dísz, az pedig egy fehér csokoládé pasztilla tulajdonképpen, és pörkölt tökmag darabkák vannak rajta. Kik alkották meg az idei csodát? Szó Gellért alkotta meg, ő egy nagyon kreatív fiatal cukrász Salgó Tarjánból, uh-huh. tehát az övé lett most a nyertes torta. És hát nem azért van itt két torta, mert hogy az egyik lett az év tortája, a másikat meg csak úgy behoztad Irénke néni, hanem ez is nagyon fontos, mert hogyha jól tudom, ez majdhogy nem mindentől mentes. Milyen ez a torta, és egyáltalán mennyivel másabb, mint az év tortája, a cukros év tortája?
Hát egy picit javítanám a kifejezést, mert azt nem szabad elmondani róla, hogy majdnem mindentől mentes. A finom dolgoktól biztos nem. Tehát nagyon vigyázni kell már most a kifejezésekkel, aha, hogy mit mond az ember, mivel ugye július 20-ától olyan, hogy diabetikus termék nincsen, nem létezik. Igen. Olyan, hogy szénhidrátmentes nem létezik. Tehát azért mondom, akkor hogy most egy hogyan kicsit, lehet ezt megfogalmazni? Úgy lehet megfogalmazni, hogy hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Értem, jó, oké. Okay. Ez azt jelenti, hogy nincs benne kristálycukor, uh-huh, nincs benne porcukor, nincs benne nátcukor, nincs benne barna cukor, sőt, még hozzáadott gyümölcscukor sincs. Aha. Tehát csak annyi cukrot tartalmaz, ami a gyümölcsbe eredetileg benne van. Akkor ez kicsit savanykás, így van. És uh-huh, akkor van benne viszont cukor helyett egy eritrit nevű uh-huh édesítő, amiről viszont azt kell tudni, hogy nulla a felszívódása. Tehát kalóriamentes, nem szívódik fel, tehát a cukor szintet nem emeli. Uh-huh. Tehát akár a cukorbetegek, vagy sportolók, vagy így van, fogyni így vágyók van, nyugodtan. Fogyni vágyók, igen. Ennek nem van külön neve? Áfonya hercegnő tortája. Áfonya hercegnő tortája. Hát ami különlegessége az az, hogy lisztet nem tartalmaz, de zabliszt van benne, tehát így nem mondhatjuk el róla azt sem, hogy gluténmentes, mert ez így nem igaz. Tehát zabliszttel készült a uh-huh tésztája. Ami különleges ugye az az, hogy erdei gyümölcs püré van benne. Az erdei gyümölcsnek ugye a szeder, a ribizli, az áfonya uh-huh adja azt a kellemesen savanykás, pikáns ízét, és tulajdonképpen egy joghurtmusz az, ami a töltelék réteg. És ugye ez az erdélyi gyümölcs és a joghurt együtt egy nagyon-nagyon uh-huh kellemes, kifinomult ízkombinációt ad. Már csak egy percünk maradt arra, hogy mindenképpen érdemes megkérdezni, hogy itt a térségben szoktak-e nevezni tortákkal, vannak-e versengők, akik esetleg valami különlegeset alkotnak, és megpróbálnak bejutni a pályázatra? Országtortára még nem volt nevezés, tehát vannak versenyző cukrászaink, de országtortára még eddig nem nevezett, nem pályázott senki. Na hát akkor a megyebeli cukrászokat felkérjük, hogy valami csodás megyebeli tortát alkossanak, ami tényleg lehet majd a mi büszkeségünk, de hát ezek is nagyon csodálatosak, és ahogy említettem, holnaptól már elérhetőek és megkóstolhatóak. Én nagyon szépen köszönöm, Irénke néni, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Maradj még velünk, mert hogyha minden igaz, akkor kolléganőnk járt egy kiállítás megnyitón, méghozzá Nyíregyházán, az Új Nemzedék Ifjúsági Központban. Képen én Robbie Fisher néven szerepek, mert próbáltam a nevemet angolosítani. Talán azért is, mert szerettem volna valami olyan dolgot csinálni, ami nemzetközi szinten is könnyebben értelmezhető, eladhatóbb, megjegyezhetőbb. Ugye, és innen jött a nevemnek a lefordítása, hogy Robbie Fisher, és gyakorlatilag így alkotok. Random, ezt a szót használta a kiállításra a fotós Halász Róbert, azaz Robbie Fisher. A London mellett élő magyarországi fiatal első tárlatát mutatta be a közönségnek csütörtök délután Nyíregyházán. A fotós a londoni élet olyan pillanatait örökítette meg, amelyek a hétköznapok hangulatát adja át. Olyan életképeket készített, amelyek az ott élő ember számára mindennaposak. Mindenki elmegy valahova, utazik, jövünk, megyünk, akár munka, akár szórakozás, bármilyen célból, és mindenhol élnek minket hatások. És ezekből a hatásokból megpróbálunk táplálkozni, egy kellemes jó érzést elültetni magunkba. Na most én, mikor Londonba jártam, akkor bennem mindig mély nyomot hagyott ez az érzés. És azt gondoltam, hogy mivel minden alkalommal lábbusszal jártam, tehát csak gyalog közlekedtem, olyan helyekre tudtam eljutni és betekintést nyerni, ami nem igazán populáris, vagy nem is az, hogy populáris, hanem inkább a turisták szem előtt annyira nincs nyitva.
És mikor eljártam ezekre a helyekre, és ezek az érzések úgy elmélyültek bennem, azt gondoltam, hogy hú, hát ezt másnak is látnia kellene abból a szempontból, vagy abból a szemszögből, amiből én látom, és innen jött az ötlet, hogy nem a legfelkapottabb turista helyszíneket, azonban azoktól elvonatkoztatni nem tudok, de mégis kicsit más szempontból bemutatni Londonnak azokat az apró nüansznyi kis részleteit, amiről igazából, ami ott zajlik előttünk, de nem nagyon veszünk róla tudomást, mint ahogy akár Nyíregyházán, Miskolcon, Debrecenben, Budapesten, az világ bármely országában találkozhatunk ilyenekkel. Ugye a lokális ember elmegy, itt elmegy, ott fel se tűnnek neki dolgok. Azonban, hogyha egy kívülálló, aki oda megy, teljesen más szempontból, más szemszögből látja ezeket, és én, mint kívülálló jártam ott, járok ott, és így gyakorol rám hatást. Több óra válogatás után végül közel 1500 képből 44-et láthat a közönség. A vándorkiállítás első állomása Miskolc volt, másodikként a nyíregyházi érdeklődők láthatják. Az ingyenes tárlat szeptember 31-ig lesz elérhető az új nemzedék nyíregyházi közösségi tér épületében. A hálózat a fiataloknak, illetve az ő ötleteikre alapuló programokat szervez országszerte több központban. Ez az iroda 2013 óta működik, Kontrapont iroda néven, most alakult át új nemzedék nyíregyházi közösségi térré, és 2015-ben elnyertük a legtöbb fiatal látogató címet, tehát ezt az irodát látogatták az országban a legtöbben, erre nagyon büszkék vagyunk, és ezt szerintem továbbra is így fogjuk csinálni, hogy minél több fiatalt érjünk el, és segítsünk nekik megvalósítani ötleteiket, vagy bármilyen problémájuk van, segítsünk ezeket megoldani. A fő célcsoportjuk a 12-25 évesek, de nincsenek szigorú korhatárok. Nyáron általában 12-15 fiatal látogat el a közösségi térbe, de iskolaidőben akár 40 fiatal is használja találkozó helyként az irodát. Egyre gyakoribb manapság, hogyha a gyereknek szülinapja van, a szülők berakják őt és barátait egy játszóházba, őrjöngés és tortacsata házon kívül. Persze ennek is megvan a szépsége, hiszen nem kell legalább otthon romokat takarítani a zsúr után. Azonban nem biztos, hogy ez a legjobb a gyereknek. Erről is beszélgetek vendégeimmel, Lakatos Mariannal és Zsatkuné Szabó Mónikával. Sziasztok! Szia! Jól gondolom, hogy nem feltétlen ez a trendy, vagy nem feltétlenül ez a legjobb variáció, hogyha mondjuk a gyereknek szülinapja van? Hát mi arra törekszünk, hogy az év minden ünnepnapján igyekezzünk lelkileg is felkészülni az eseményekre, és megélni, átélni, és egy kicsit ilyen közösségformáló erőt jobban erősíteni, tehát az emberi kapcsolatokat, illetve magát az ünnepnapoknak a élményét átérezni, és erre felkészíteni, megtanítani a gyerekeket is. Uh-huh. És a gyerekparti csomag ajánlataink úgy vannak összeállítva. Igen, hogy most már van ilyen, hogy tematizáltok valamit? Készítettünk különböző témaparti csomagokat, hogy a szülőknek könnyebb legyen választani. Le vannak korcsoportokra osztva, le vannak szelektálva az alapján, hogy milyen lehet esetlegesen a gyereknek az érdeklődési köre, és nagyon szépen ki van fejtve az is, hogy milyen készségeket, képességeket fejleszt, és külön odafigyeltünk arra is, hogy a gyerekek éljék meg együtt a játék örömét és élményét a szülőkkel, nagyszülőkkel, vagy adott esetben a baráti társasággal, ismerjék egy kicsit meg jobban egymást. És milyen jó, hogy az előző vendégem ugye Irénke néni volt, hát itt hagyta nekünk ezeket a torta csodákat, de nem feltétlen csak ettől vált amúgy szülinapivá a hangulat, hanem a stúdió másik szegletében vannak gyerekek, illetve arcfestő hölgy, ugye Dömötör Éva, itt van velünk Niki Bohóc is, aki különböző kis dolgokat hajtogat nekünk lufikból, és ha jól látom, akkor Nórinak, Szarka Nórinak egy csodaszép pillangó fogja ékesíteni az arcát, nagyon jól nézel ki, tényleg nagyon szuper lesz. Ja, és megvan a mosoly is, pláne akkor, hogyha kész lesz az a rajz. Ez már úgy a zsúrok mellé tartozik, hogy ilyet is szolgáltatnak, idézőjelben manapság, hogy akkor legyen az élmény mellé, az együtt megélés mellé esetleg egy kis plusz, ami a gyerek még jobban zsibong és örül? Nyilván ezt akarjuk népszerűsíteni. A parti csomagok azok különböző képesség- és készségfejlesztő játékokat tartalmaznak,
annak megfelelően, hogy milyen korosztály igényli azt a csomagot, illetve fiú vagy lány. Tehát többféle lehetőség van. Például, hogy csak egyet is kiemeljek, akár egy ilyen bohóc parti esetében, itt ilyenkor inkább az ügyességre, és inkább látjuk, hogy itt akkor ez a kisebb korosztály. Viszont a kézműves partik azok akár fiúk és lányok, akár a vonalvezetéstől kezdve egészen a kirakatrendezésig, tehát itt nagyon komoly készség és képesség fejlesztő játékok vannak beépítve a csomagba és felépítve. Nyilván mellette meghagyjuk a játék örömét is, hiszen ez a lényeg, hogy a játék öröme megmaradjon. Viszont, amit említettél is, hogy ne egy ilyen szervezetlen parti legyen, azért ott a játék tevékenység irányítva van, de úgy, hogy a játék öröme meg is marad. Csak mondj egy példát, hogy mondjuk itt van mellettem Miki egér, mellettetek Mini egér, akár erre is rá tudtok húzni egy ilyen ez témát? Ez például mondjuk a meseparti keretében van, a meseparti csomagban, és ott, tehát minden egyes játéknak ugye megvan egy tematikus menete. Ugye kezdünk egy bemelegítéssel, ez a pszichogimnasztikához tartozik. És akkor onnantól kezdve ugye meghagyjuk a lehetőséget közben ugye a szabad tevékenységeknek is, de ugye ott vannak a mimetikus játékok. A meseparti keretében például bábjátékkal igyekszünk, tehát ott nyilván ott érdemes ott ugye a tanmeséket beépíteni, de ott a konfliktus kezeléseknek a technikáit lehet például elsajátítani. Na most nyilván minden játék azért egy tanulási tevékenység is, de azért itt ugye megvan az öröme. És pont ezt akartam mondani, hogy ilyenkor azért anyukákat is be lehet vonni. Újra gyerek lehet, igen. Ez fontos amúgy, hogy együtt éljék meg, ahogy te is mondtad az elején ezeket a dolgokat? Mi nagyon fontosnak tartjuk. Rendkívül fontosnak tartjuk, hiszen nagyon kevés időt töltenek manapság már együtt a Nóri, szülők a gyerekekkel. Bocsánat, csak közben kérdezett Nórinak a pillangója. Gyere már ide hozzám, Nóri, megnézhetem az arcodat? Gyere már, ó, hát milyen szép lett, nézd csak oda bele. Akkor a nénik, bácsik is látják, hogy milyen szép lett, és akkor te is megnézheted magad ott a kamerában, ott látod? Csillámlik, nagyon szuper lett, tetszik? Nagyon szép lettél. És hogyha jól tudom, akkor téged pedig lecseréltek, mert Tóth Lolót, Rolandot fogják kifesteni. Hát ő biztos valami maszkulinabb dolgot választ. Majd visszamehetsz nyugodtan anyához, jó, hogyha szeretnél. Adni egyébként arra is, hogy a gyerekek is alkothassanak. Mit tehet szépé jóvá egy szülinapi zsúrt? Tehát mindenképpen azért figyelünk arra, hogy itt az ünnepnek a hangulatát, tehát maga az ünnepvárás, a vendégvárás, tehát ezeket is, ezeket a társadalmi szokásokat azért illik elsajátítani, és ezek a partik, ezek nagyon jó lehetőségek rá, és ezek a játékok. Tehát közben végig hangsúlyozom, hogy a gyerek játszik. Tehát mi tudjuk, hogy közben tanul, tehát azért igyekszünk arra is odafigyelni, ha már egy ilyen foglalkozást ugye beépít a szülő, és fordít is rá nyilván akkor költséget, akkor hát ennek azért legyen eredménye és haszna is. No, de nem csak ez a lényeg, hanem a buli is, mert azért Móni nagyon sok mindent hozott ide, hát Miki egér is az én barátom lett. Mi az, ami még fel tudja dobni amúgy ezeket a foglalkozásokat, a tematizált és tényleg értelmet kapó zsúrokat? Nyilván mi inkább fordítva fogalmazunk. Jogos, jogos. Kifejezetten nagyon hangsúlyozzuk azt, hogy akár a baráti társaságok is ilyenkor jobban egymásra találjanak, jobban megismerjék egymást. És nagyon fontos az, hogy a szülőket azért is vonjuk be ezekbe a foglalkozásokba, hogy utána később, ha mi már nem vagyunk ott, akkor is tudjanak játszani a gyerekekkel. És különböző ünnepnapok köré lehet például ezeket akár a kézműves foglalkozásokat is felépíteni, hiszen nyilván egy születésnap az egyfajta témakör, de hát nagyon sok egyéb ünnepnapunk, eseményünk van az év többi napján, és ilyenkor igyekszünk ez alatt az egy-két óra alatt egyéb információkkal is, bújtatva, rejtve,
azért felhívni a figyelmet. Asztalterítési szokásokra odafigyelünk, tehát a szalvéta hajtogatástól kezdve, vagy ugye, ahogy említette Marian, hogy bemelegítő játékokkal indítunk, de hát már ott kezdhetném akár, hogy amikor megérkezünk, együtt terítünk meg, együtt készülünk az adott eseményre, és együtt várjuk a vendégeket, valamint köszönünk el tőlük különböző köszönetajándékokkal. Hát, hogyha már köszönettel fogadtátok a meghívást, én köszönettel vettem azt, hogy eljöttetek, de lejárt a műsoridőnk, nagyon sokat tudnánk amúgy még szerintem ezekről beszélgetni. Hát ne haragudjanak, hölgyeim és uraim, de el fogjuk fogyasztani ezeket a csodákat, amit itt hagyott nekünk Kirénke néni. A fiúk, lányok pedig tovább buliznak itt a stúdióban. És hogyha jól tudom, akkor múlt hétvégén a gyarmati vigasságon is kint forgattunk. Erről készült összefoglalónkat láthatják most itt a Weekendben. Folyamatosan érkeztek a látogatók a gyarmati vigasságokra augusztus 13-án a fesztivál második napján. Fehérgyarmat a Szatmári térség központi települése idén már 14. alkalommal adott otthont a háromnapos rendezvénynek. Az első években hagyományőrző jelleggel indult programsorozat már a nagyszabású fesztivállá nőtte ki magát, ezt a település polgármestere Péter Csaba emelte ki a vigasságok megnyitóján. Hagyományőrzés rendezvényként indult, tehát honfoglaláskori emlékeket szeretett volna megeleveníteni. Azóta túlnőtte magát, hiszen fesztivál jellegűvé alakult, de mégiscsak egy szegmense megmaradt ennek a honfoglaláskori kultúrának. A városnak azért fontos ez, mert a térség turisztikai vonzerejét szeretné növelni, és természetesen az ilyen rendezvények is ezeket a turisztikai vonzerőt szolgálják. Nem csak Fehérgyarmat számára fontos a rendezvény, a Kárpát-medence közel 10 Gyarmat utó nevű települése is meghívást kapott a programsorozatra. A névből jött az ötlet, hogy a Gyarmat nevű városokat próbáljuk összehozni egy rendezvény erejére. Sokáig ment ez a kezdeményezés, most az utóbbi időben már ez nem volt így. Mindenkinek van elfoglaltsága, mindenkinek vannak nehézségei. Így egy kicsit fesztiválosabb jellegűvé vált a rendezvény, de természetesen emellett ugyanúgy a hagyományőrzésnek is fontos szerepe van. A településeknek nem csak kulturális, hanem gazdasági kapcsolatai is vannak. Több közös határon átnyúló pályázatban is részt vesznek, és bár a meghívottak közül nem mindenki tud részt venni évről évre a vigasságokon, az élő kapcsolat így sem szakad meg közöttük. Több mint 10 éve kezdtük el először, és most már úgy tervezik a fehérgyarmatiak is, hogy akik távolabb élnek, azok ekkora jönnek haza, sőt most is, akár ma szombaton is több osztálytalálkozó is zajlik, hiszen pontosan tudják a távollakók is, hogyha valamikor, akkor biztos, hogy a gyarmati vigasságokon itt ismerősökkel lehet találkozni és beszélgetni. Jaj, 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 kiváros magadat, egy kis kortakos ma van, én a jogodat kúrimádat, A színpadon színes produkciók várták a vendégeket, a legkisebbeket pedig külön gyermekprogramok szórakoztatták. Játszótér, ugrálóvár és a pöttömkert. A háromnapos rendezvényen a kirakodó vásár és a finom ételek sem maradhattak ki. Az ehhez hasonló kulturális rendezvények a település és az ott élők identitását is erősítik, ezért fontos támogatni azokat. Kiemelten fontos, bár a lehetőségeink most egy picit megcsapantak a korábbiakhoz képest, hogy kulturális rendezvényeket támogassunk, de ettől függetlenül azt az energiát, amit rá tudunk fordítani, azt természetesen megtesszük, és a megyében pedig kiemelten fontos az, hogy olyan rendezvények valósuljanak meg, amely egyrészt a települések identitását erősíti, ezáltal a megye identitását is, másrészt meg pedig valahogy olyan színvonalon valósuljanak meg, hogy azáltal olyan kultúra legyen közvetítve a lakosság felé, a megyében élők felé, amelyel valóban egy
olyan minőséget tudnak úgymond magukba szívni, amelyen mindenképpen a saját életükre, a saját családjukra, a saját közösségükre is plusz erővel tudnak hatni. Fehérgyarmat és térsége nem csak kulturálisan fejlődött az elmúlt években, jelentős infrastrukturális beruházások is megvalósultak a közelmúltban a városban. Erről Boros Anita helyettes államtitkár beszélt, aki szintén részt vette a gyarmati vigasságok megnyitóján. Mátiszalka Nyíregyháza, illetve Fehérgyarmat között további autóbusz járatok indultak. Ugye ennek elsőlegesen az volt a cél, hogy a szeptemberben induló képzések, illetve ugye az iskolára már felkészüljünk. Másodszorban pedig ugye a kormány továbbra is tervezi közútfejlesztések megvalósítását 2017-ben közel 100 milliárd forint értékben. Ez nyilván érinteni fogja a megyénket is, ez közel 100 kilométer közútfelújítást fog eredményezni, reményeink szerint ezzel is fog készülni viszonylag hamar. És a másik lába az infrastruktúrális fejlesztéseknek, azok a sport infrastruktúrális beruházások, ezeknek számos lába van. A 14. gyarmati vigasságokra több mint 10 000-en látogattak ki. Én munkatársaim nevében és Miki Egér nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, addig is szép hétvégét, jövő hétre pedig kitartást, a viszontlátásra.